Sziasztok, Imi vagyok, ez itt az Unlimited, és egy különleges szerelős videó következik, mellettem Bakos István Baxi. Sziasztok! Akivel kvázi családtagok vagyunk. Az a helyzet, hogy mindjárt megjelenik a Zelda, és driftel a Joy-Conom. Baxi pedig amellett, hogy villamosmérnök, igazából hatalmas nagy nerd, és mindenfélét megszerelsz, ami Nintendo-val kapcsolatos. Segíts már, mit van neked? Gameboy-od, DS-ed, DSi-od? Gameboy Mikrom, Gameboy Makrom, amit egyszer mutattam neked, amikor le van szedve a DS-nek a hinge Igen. felső kijelzője. Mindenféle Nintendókat szeretek szerelni. Itt vannak nekünk az én V1-es Joy-Conjaim, ami igazából driftel. A drift azt jelenti, hogy igazából úgy mozog valamelyik analóg kar a kettő közül, hogy azt te nem akarod, hogy mozogjon, és ha jól tudom, vagy bekoszolódik, vagy a grafit, ami ott valamilyen érintkezésért felel, az elkopik. Pontosan, hogy van ez? Mind a kettő. Eleinte csak bekoszolódik, és a grafiton az érzékelő réteg nem tudja azt érzékelni, hogy hol áll pontosan egy ilyen fém csúszka, majd ha szétszedjük, lehet, hogy meg tudjuk mutatni. És egy idő után pedig annyira kikopik ez a grafit az érzékelő, hogy nem lesz mit érzékelni. A nehézség is skálán, hogyha van ilyen. Ami szerelést most megcsinálunk, az így hol áll? 10-es skálán szerintem ez egy 3-as. Az egyszerűnek számít, nem? Na, ez baromi egyszerű. Azt mondd meg, hogy az induláshoz milyen különleges segédeszközökre, szerszámokra van szükség? A legesleges, legfontosabb, amire a Nintendo szerelésnél szükség van, egy csavarhúzó. Ez egy különleges csavarhúzó, mert megjelöltem magamnak fekete szikszalaggal. Ezt nem fog látszódni, de ez egy, hát sokféleképpen hívják, de driving egy három ágú csavarhúzó. Három ágú csillagcsavarhúzó. Igen, pontosan nem négy, hanem három ágú csillagcsavarhúzó. Ez egy készlet volt, ilyen, nem tudom, 2 kopeikás alis rendelés. Aztán persze vannak sokkal jobb szerszámok, mint az iFixit készlet. Én abszolút nem szerelek, de a YouTube csatornájukat szoktam néha nézni. Én akit nézek szerelőket, ők mind ezt használják, úgyhogy így nekem is kellett venni egyet, föltétlen. Még megmutatom a legalapabb tisztítási módszert. Ha megnézzük ezt a pici gumiharangot, akkor ott belátunk a kontrollerbe. És a legalapabb, legalapabb tisztítási módszer az az, hogy izopropil alkohollal, meg egy jó kis fülturkával be tudunk oda juttatni egy kis oldószert, ami azt az összegyűlt koszt, ami ezen a grafiton van, ezt ki tudja tisztítani időlegesen, tehát ez nem egy permanent fix, hanem egy időleges fix. Aztán van ennél egy sokkal jobb megoldás, ez a fújható izopropil alkohol. Ez az IPA, ez azért jó, mert ez egyből elpárolog, úgyhogy nem kell annyira félnünk tőle, aha, hogy bent valamit rövidre zár. Én nagyon sokáig kölökkoromban denaturált szesszel csináltam ugyanezt, de hát nem tudtam sokáig, hogy mi a különbség a kettő között, de ma megkérdeztem a tesódat. Igen. És elmondta, hogy a denaturált szesz az azért nem annyira jó, mert ott sok olyan oldószer, vagy sok olyan dolog van benne, ami nem tisztítása való. Oh. Úgyhogy az izopropil alkohol ez az, amióta elkezdtem az amerikai youtubereket nézni, azóta átálltam én is ipára. Szóval, ide bejuttatunk egy kis oldószert, várunk egy keveset, és hogyha nincs még olyan rossz állapotban a Joy-Con, akkor ezt meg tudja oldani a driftet időlegesen. Uh-huh. Én miután monyósörfőzdét megismertem, azóta álltam át ipára. Elkezdem szétszedni, ugye ez a driving csavarhúzó, uh-huh, és igaziból négy csavarra szét tudjuk kapni. Itt van még egy hax, ez egy ilyen gyógyszeres doboz. De ebbe az a jó, hogy ugye vannak ilyen kipakoló készletek, mágneses, meg minden. Én ezt azért szeretem, mert hogyha elkezdek egy projektet, és mondjuk be kell fejezni valami miatt, vagy hát félbe kell hagyni, akkor ezt lecsukom, és akkor félre tudom tenni az asztalomról. Uh-huh. És akkor a következő az, hogy megpróbáljuk ezt így nagyon-nagyon óvatosan széthúzni, de... Ezeket néztem az amcsi youtubereknél, hogy szerelgetnek. Ez valamilyen... Ez egy spudgernek hívják. Spudger, és ez egy műanyag, ami nem Igen. sérti meg a fémet, ugye? De hoztam egy alternatívát. A gitárpengető. Igen, ha valaki esetleg azt mondja, hogy nekem ez a Baxi olyan ismerős, de nem a Nintendo-ról, hanem a zenéről, jó helyen jár. Csak ennyit mondanék, a többinek megjárjátok utána magatok. Igen, szóval van otthon egy pár gitárpengető, úgyhogy ezzel is nagyon egyszerű levenni, és akkor kinyitjuk, akkor látszódik, hogy gyár. Próbálom nagyon óvatosan. Uh-huh. Azért, mert itt vannak ilyen szalagkábelek, amiket általában nem szeretünk piszkálni, mert nagyon, hát van, amit nagyon könnyű visszatenni, van, amit meg bazi nehéz visszatenni,
ezek ide csatlakoznak be, és ezt nem is, most már nem is a fém csipesszel, hanem a műanyag csipesszel fogjuk piszkálni. Nem mindegy, hogy műanyag csipesz, hát, vagy fém csipesz? Az van, hogy úgy kezdjük, hogy ezzel a spudgerrel lecsatlakoztatjuk az aksit. És akkor innentől kezdve már majdnem mindegy, de azért nem szeretünk fémcsipesszel bele turkálni az elektromos dolgokba. Aha. Na, ez úgy néz ki, hogy úgy léjerekből áll, mint egy hamburger, nekünk ide kell lejutnunk az alsóba, ahhoz először ki kell vennünk az aksit. Ez két ilyen pici ragasztó. Itt van egy, meg itt van egy ilyen ragasztó, ezt félre tudjuk tenni. És akkor most jutottunk el oda, hogy kell a Philips csavarhúzó. A hagyományos. A sima hagyományos csillag. És akkor ezt a következő dobozba, a következő lukba tesszük, és akkor így, amikor rakjuk össze a sztorit, akkor very easy. Most leszettük ezt a hármat, most inkább a fémmel, mert azzal jobban tudok fogni, de ezen is van egy ribbon, és ezt amúgy nagyon szemét visszarakni. Jaj, de Jézusom, nézzétek, srácok, ez nagyon vékony. És az 1-2-3 kábelt fog össze, vagy ez három ilyen fémszalagot. Szenvedős. De most már itt vagyunk, tehát ennél tovább nem kell menni. Ha megnézitek, itt van ez a teste magának az analógnak, és itt van egy csavar, meg itt van egy csavar. Olyan szuper fejek voltak, hogy egy ribont azért ide fölé tettek, szóval ne lehessen csak úgy simán szétszedni, úgyhogy ezt ki kell nyitnunk, csak én nekem nem áll közül, hogy meg kell fordítani. Itt van egy pici ilyen, hát nem tudom ennek az igazi megnevezését, de egy ilyen kinyitóka. Atya ég! És akkor azt kinyitottuk, akkor szépen ki tudjuk venni ezt a ribont. Nem akarja adni magát, hát sajnos a fémmel kell. Kijött. Na, és akkor most... Egyik csavar. És a másik csavar. És annyi, hogy ugye magának az analógnak is van egy ribbonja. Azt is... szedjük, és arra kell még figyelni, hogy itt van egy ilyen, hát egy olyasmi, mint egy filc, majd ha levettem, akkor látszódik. Uh-huh. Ezen így át kell bújtatni, hogy ne sértsük meg. El van vágva egy helyen, szóval ez így adja magát, csak óvatosan kell bánni vele. És ki is jött. Ez volt az alja. Itt a híres nevezetes grafit, ez így van rajta. Wow, és ennyi kettő, az egész? Aha, ennyi az egész. És ott az a grafit, az a fekete grafit, az kopik meg. Itt vannak érintkezők, ezek a pici fémek, amik csúszkálnak ezeken a grafit csíkokon. Ugye látszódik valószínűleg ez a közös pontjuk, itt ez az L alakú, ami itt összeér, és ez pedig a másik, amivel érzékel, és gyakorlatilag itt ez így, ahogy így forgatod a mozgatod, úgy csúszkálnak. Világos. Tehát itt van egy csomagnyi Joy-Con analóg kontroller. Szerintem ilyen 98%-ban ugyanaz, mint az eredeti. Aha. Van külön jobbos és balos? Nincs. Tehát ezt nem lehet elrontani? Nem lehet elrontani, mert az van, hogy ha betetted, onnantól kezdve mind a kettőben ugyanúgy, tehát mind a kettőben ugyanúgy áll ki a vezeték. Igen, erre gondoltam. És hogyha másikat majd szétszedjük, akkor egy kicsit máshogy fog állni, de ugyanúgy be tud csatlakozni. Uh-huh. Visszatesszük ezt a gombát, ugye ezt ugyanúgy vigyázni kell, át kell fűzni ezen a filcen. Igen. És ugye itt az a legnagyobb probléma, hogy ugye, át is ment, hogy ugye, mivel ezeket a ribbonokat nem akartuk kiszedni, ezt az egészet így egybe kell mozgatni. Az van, hogy most elkezdtem beletekerni a csavart, de éreztem, hogy egy picit nehéz beletekerni. Ez minden ilyen szerelésnél nagyon fontos, hogy nem szabad erőltetni. Ezt most itt elkezdem visszatekerni, és majd lehet, hogy te hallasz egy klikket. Hallottad? Aha, igen. Na, ez azt jelenti, hogy most beugrott a menetbe, most visszafele tekertem, és most elkezdem befele tekerni. Jó. És most már biztos, hogy jó lesz. Mert ugye ezek ilyen fröccsöntött műanyagok, igen, amiket. Ugye, hát azért nem nagyon, tehát nem arra találtak ki, hogy stresszeljük ezeket a csavarokat. Azt is, ezt most vissza kell úgy bújtatni, és igen, le kell és csukni. Igen, itt most sokat szövegeltem a fém VS műanyagról, de az van, hogy ez a jó fogó ehhez, vagy hát ez a jó csípesz ehhez, és el is fogok vele tökölődni egy keveset szerintem. Majd a Benny Hill zenét bevágom, jó. És így begyorsítom, jó? Most már csak be kell tolni. Egyébként ez így bekattan? Vagy ez hát csak, ez csak becsusszan, és azt kell rácsukni. Akarod rácsukni? Nem. Isten, ments. És akkor ezt így inkább a hegyes felével így rá lehet csukni. Ennyi.
És ez tuti, hogy akkor most tuti. Úgy érzékelés? Igen, igen, mert ennél jobban nem lehet benyomni, tehát uh-huh, itt ezt, uh-huh. Itt ennél talán még könnyebb lesz, viszont itt megint figyelni kell, mert ez alul volt, át kell bújtatni. Aha. Gondolom, ha jobban megszorítod véletlenül, ezt is tönkre lehet tenni ezt a... Persze, erre nagyon vigyázni kell, de... Hát szerintem... Aha, ez bent van most már. És akkor megcsukjuk. Ugyanúgy. Inkább a műanyaga... Az a jó, hogyha műanyagot műanyaggal próbálunk tuszakolni, mert... Biztos talán kevesebb. Hát talán kevesebb, hogy jobban érezzük azt az erőt, amit belepakolunk. És most már a következő léját is össze tudjuk rakni. Hogy így nézem, kedvem lett egy ilyen iFixit készletet venni, de soha nem használnám, úgyhogy... Hát, hogyha valami szponzorshipet szerzel velük, akkor abba benne vagyok. Na, és akkor igaziból gyakorlatilag most már csak vissza kell tennünk az aksit. Az aksit, ami hova is volt csatlakoztatva? Hát itt van egy ilyen csatlakozója, akkor becsatlakoztatom addig így, ez így állt, és ott van egy... Aha! Ott van egy ilyen ajzat. Amiben így felülről bele kell nyomni. Tehát ez nem olyan, mint a ribbon, hogy oldalról bele kell csúsztatni. Igen. Majdnem benne volt már. Aha. Ez a kattanás adta meg. És így adta is magát az íve a vezetéknek, hogy melyik irányba. Ez benne is van. Ez most már vissza is ragadt a ragasztó. És hát arra kell még figyelni, hogy amikor lecsukjuk, biztos, hogy ne csukjunk oda egy ribbon se a házhoz. Itt is ugyanaz a igazság, mint minden amit az előbb elmondtam, hogy ha adja magát és összekattan, akkor szuper. Ha erőltetni kell, biztos, kell akkor biztos, hogy nem jó. Na, tessék parancsolni, kész. Ó, és van ellenállása. Hát itt most akkor a nagy kérdés, hölgyeim és uraim. Mi van, hogyha bekapcsoljuk a switchet, és nyomunk egy kalibrációt. Fölpattintom. Azt mondja, hogy... Középen van! Középen van! Még csak nem is kalibráltuk. Kész van a balos Joy-Con, ami rossz volt, de hogy egyforma legyen, most már ebbe is, a jobbosba is kicseréljük az analóg kart, ugyanolyan nem, belül. Nem ugyanolyan. Nem ugyanolyan. Nem ugyanolyan. Az analóg stick, ez ugyanolyan, az ugyanolyan, de a belseje az más lesz. Itt majd láthatjuk az ominózus jó kis Bluetooth antennát is, amivel ugye szoktak problémák lenni. És magadnak egy kicsit balra. Kicsit ugyan. Nehezebben is jön szét. De szétjön végül. Hopp, ki is adta. Itt ugyanaz a helyzet. Ugyanúgy le kell szednünk az aksit. Itt is kicsatlakoztatjuk, hogy véletlen se csináljunk valami rövid zárlatot. Aha, ez egy kicsit kevésbé adja magát. Nem gond, mert megvárjuk. Kicsit várni kell ilyenkor, és akkor a ragasztó elkezd engedni. Ja, hogy nem erőlteted le magyarul. Persze, persze. Meg ez amúgy is ezeknek az aksiknak, akár teló, akár bármi, nagyon kevésnek van ilyen igazi hard frame-je, hanem ja, ezeket hogy... így el lehetne hajtani erővel. Uh-huh. Tehát mondjuk szedtem már ki úgy iPhone-ból aksit, hogy nem adta magát. Az volt, hogy így meghajlott, és itt elkezdett égni ilyen nagyon fehér fénnyel. Jó, láttam, hogy itt máshol voltak a... Máshol. Ja, mert itt nincsenek pöttyök se benne. Az előzőnél itt voltak a pöttyök. Igen, igen, igen. És ezt is egy kicsit itt kiszabadítjuk. Ezt nem fogjuk levenni róla. De általában arról lehet megismerni, hogy valami antenna, hogy ilyen... Mondanám, hogy antenna csatlakozója van, mert ez antenna csatlakozó, de igen. Pont tudom. De például a 3DS-ben, meg a DS-ben is tök ugyanilyen az antenna, wifi antenna csatlakozó. Na, itt van egy ugyanolyan ribbon, csak még szemetebb ott. Ó. Viszont itt nincs szivatos keresztribbon, amit ugye ki kellett venni igen, igen, az előzőbe. Igen. Ez persze kiesett most is, a shoulder. És itt gyakorlatilag ennyi idő alatt meg is vagyunk a... Nem akar lemenni. Ez gyorsabb volt eddig, úgy hát, veszem észre. Igen, vagy, meg nem beszélünk annyit. Igen, az előbb elmagyaráztad, most meg már csak így szaladunk végig rajta. És ugyanaz a helyzet, szépen beállítjuk. Ugye itt látható, amit mondtam az előzőnél, hogy ugyanolyan irányban állnak. És most ezt nem követjük el azt a hibát, mint az előzőnél, hanem a ribbont be varázsolom előtte. Így sokkal könnyebb is lesz benne. És akkor a spudgerrel visszacsukjuk. Ennyi. Ezt így próbálom végig a levegőbe tartani, hogy most is visszafele kellett tekerni a csavart egy picit. Uh-huh. Hogy a gomba ne nyomja ki. Még ezt visszavarázsoljuk.
Hát ugye most minden megy mindenfelé, úgyhogy így nagyon óvatosan kell, megfigyelni kell, de amúgy annyira nem para, csak az a titul, hogy tényleg nagyon óvatosan kell. Ó, de szépen bezuhant a helyére. Igen, pont ezt akartam mondani, itt látszódott. Van egy ugye három csavar, és betettem ezt a műanyagot, de nem húzom meg a csavarokat, hanem beteszem mindegyiket, csak egy picit becsavarom, így bekapatom. Igen. Azért, mert hogyha mondjuk ezt meghúznám, és mondjuk ez egy picit így félre lenne csúszva, vagy oldalra állna, akkor itt nem adná ki a lyuk a csavarnak a lyukját, úgyhogy most még egy picit mozog, most mindegyiket bekapottam, és akkor most már meg lehet húzni őket. És ilyenkor már véglegesre húzod az összes csavart, vagy ilyenkor is még csak... Nem, most már véglegesre húzom, nem kell több körbe izélni. Uh-huh. Na, visszatesszük ezt az antennát. Na, azt kell még gyorsan lecsekkolni, minden ribbon oké-e, de szerintem oké. És akkor ez látszódik megint, hogy így állt benne. Úgyhogy most visszatesszük az aksit, és ugye próbáljuk alulról befűzni, hogy utána ne legyen semmi keresztbe. Az antenna vezeték meg budva van. És bekattam. Ezek a kattogások, ropogások, ezek a legjobb dolgok. Igen. Gondoltam. Ez most jó lesz. És akkor ugye ezt is ugyanúgy, mint a másik oldalit, úgy kell szépen óvatosan rápattintani, hogy a ribbonokat nehogy megtörjük, és hogyha saját magától összecsúszik, az jó. És ha nem kell erőltetni. Aha. Mehet a próba. Ó, jobbos! Jaj, de jó a tapintása, mintha új lenne. Tökéletes. Új! Analóg karok, nem driftelő Joy-Con, jöhet az új Zelda! Én is várom már nagyon, úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hát így kell Joy-Conokat szerelni. Baxi, jó voltál volt. Baxi műveknek köszönöm szépen ezt az epizódot, és hajrá, srácok! Mehet az új Zelda. Jó zeldázás. Sziasztok! Sziasztok!